én már mindent megnyertem. Tehát, hogy én megnyertem az örök életet, Jézusban örök életem van, és hogy nincs mi veszíteni való. Versengtem a szeretetért, versengtem azért, hogy megfeleljek, hogy elég jó legyek másoknak. És nem voltam elég jó. Tartózkodó, hogy egy folyamatosan szeretetre áhítozó, de ellenséges Vilma lett belőlem. Volt egy lyuk a szívemen, és így átfolyt rajta a szeretet. Nem töltötte meg. A gimnazista éveimben sem volt már igazán kapcsolatom Istennel. Azt éreztem az egyetem alatt, hogy annyira távol kerültem, és annyira borzalmas dolgok kerültek közel hozzám. Gyakorlatilag furcsa emberekkel találkoztam, akik megrémítettek, nagyon furcsa kapcsolatokba kerültem. Volt olyan párkapcsolatom, ami végtelenül rémes volt, és ez abszolút így befolyásolt engem is. Én nem használtam szereket, nem füveztem, viszont az a légkör, ez a depresszív légkör, ez eléggé körbevett. Ezzel párhuzamosan nagyon erősen éreztem azt, hogy olyan kapcsolatra vágyom Istennel, amit nem ismerek. Tehát azt éreztem, hogy ha van Isten, akkor kell egy olyan kapcsolat, amiről mindenki beszél, aki ismeri őt. Az egyetem vége felé, utolsó egy-két hónapban már nagyon erősen megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy keresek egy olyan közösséget, ahol egy újfajta imaformát talán próbálhatok ki. És ez a fajta ima volt a dicsőítés. Akkor nem arra figyeltem, hogy nagy a pulcsim, kicsi a pulcsim, letérdeltem, jaj, de furcsán érzem magam, jaj, de kövérnek érzem magam, vagy hülyén áll a hajam, vagy tehát bármi. Ugye a külsőségeket ott hagytam, akkor éreztem meg azt, hogy Istennek ez mind nem számít. Olyan őrületes veszedelmek között vagyok, hogy a sátán így kapkod értem, hogy majd én... Érted? Például az, hogy fú, megyek az utcán, és azt érzem, hogy raj, de ronda ez az ember, milyen mosok, és fú, de nem tetszik. És így érzem ezt a szívemben, és növekszik bennem, és még rá is nézek így fintorogva, és ha már egyszer megcsináltam, utána megyek tovább, és akkor kísér ez a gondolat, akkor másik ember sem valami szép, hát ő is elég ronda. És egyre növekszik ez bennünk, és aztán egy ponton túl elkezdünk így mocskolódni, amikor éppen beszélgetünk. Aztán már marhára elkezdjük utálni őket, és látjuk, hogy milyen csodálatos dolgokat tesz valami az ő életükbe, a pénz, a gazdagság, hogy milyen szépek ők, én meg nem vagyok szép, és ezek azok az apró bűnök, amik így növekednek. Nem az igazság fog rólam hangozni az én szívemben, amit Isten mond rólam, hanem egy hatalmas nagy hazugsághalom. És beránt. Én nem lépek be ez alá, gondolat alá. Én nem mondok igent erre, mert ez nem igaz rám. Nekem hitem van, és szavaim vannak. És Jézus azt mondta, hogy az ő szavai azok örökkivalók, és soha el nem múlnak. És hogyha ezt hallom, és ezeket mondom, annak ereje van. És ezeket a szavakat használnom kell. Az Istennek az űrét nem tudja senki betölteni. Ha Istennek odaadjuk az életünket, akkor ő nem befoltozza, hanem begyógyítja, új szívet ad. És az a szív meg tud töltődni szeretettel. Az a szív átfordul, átformálódik, teljesen megváltozik. Igen, téged is szeret az Isten. Nagyon. Hát még Jézus Krisztus. Igen. Kell még mondanom ez mást is.